A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Közéleti Nő című programsorozatában arra törekszik, hogy praktikus tanácsokkal lássa el a közélet potenciális szereplőit. Mit látnak belőlem mások címmel? Ma tartott jó hangulatú foglalkozás Sónerné Emődi Edit, HR vezető, Life és Business Coach. Vele beszélgettünk az előadásról és az ott alkalmazott készségfejlesztő trükkökről. Jó estét kívánok! Hát én úgy gondolom, hogy az ön előadása, illetve foglalkozása a gyakorlatra épül. Mi ennek a célja? Örülök ennek a jelzőnek, hogy jó hangulatú, mert valóban most fejeztem be ezt a tréninget, ez egy gyakorlati tréning volt. Akkor ez a beszélgetés már egy levezető beszélgetés, Ez levezető beszélgetés, még most dolgozom fel az élményeket, és ez egy valóban nagyon jól sikerült, jó hangulatú kis együttlét volt. Amiben hangsúlyoznám azt, hogy egy kis csoport volt együtt, 10 dolgoztunk együtt, mindannyian közéleti szereplők, és a fő motívum az volt ebben a tréningben, hogy az elméleti anyagon túl együtt dolgozzunk feladatokon, tehát gyakorlati ismereteket is kapjanak a résztvevők. Milyen típusú feladatokat kellett megoldaniuk? Mivel coachként is dolgozom, ezért nagyon fontos számomra az, hogy minden ilyen úton az önismeret fejlesztésével induljunk el, és ahhoz, hogy tisztában legyek azzal, milyen értékeket képviselek, ehhez vissza kell tekintenem a mögöttem lévő szakmai útra, a karrierutamra, hogy az első feladatban a karrierutunkra tekintettünk vissza. Ez mennyiben segítette az ott lévő embereknek az önmagukhoz való eljutását, illetve mások megismerését? Ez egy érdekes feladat volt, mert nem csak elmerentünk a karrierútunkon, hanem rajzolni is kellett, és nagyon sokat segít az, hogyha grafikusan látom egy papíron, hogy milyen kanyarokat vett az életem, milyen nehézségeim voltak, esetleg kik álltak mellettem segítőként, úgyhogy ez nagyon izgalmas feladat volt. Mindenféleképpen, hogyha az ember egy célt kitűz maga elé, és mondjuk egy állást is szeretne megkaparintani, egy jól fizető állást, ahol egy ambíciózus ember szeretne lenni, akkor hát egy nagyon jó önéletrajzzal kellene már is indulni. Igen. Erre kaptak-e segítséget? Igen, és nagyon fontos, hogy nem csupán az önéletrajz formai sajátosságait néztük meg, hanem ezt előkészítettük feladatokkal. Tehát, mint említettem, elsőként a karrierutunkra néztünk vissza, és utána pedig nagyon fontos volt azt papírra vetni, és átgondolni, hogy milyen vízióm van magamnak, és a mögöttem álló szervezetnek, amit képviselek. És ez a vízióhoz ugye különböző célok elérésén átvezet az út, és meg kellett azt is néznünk, hogy milyen értékekkel, erőforrásokkal rendelkezem ahhoz, hogy ezen az úton elinduljak. Mennyire volt reális egyébként az elképzelésük? Mire gondol? A vízióval kapcsolatban. Tehát valamit kitűzök célnak, és hát ez lehet, hogy csak álom lesz, vagy esetleg az álom az valósággá is válhat? Ez nagyon jó kérdés. Én azt tanultam, és azt is vallom, hogy egy vízió legyen nagyon bátor. Tehát legyen jó nagy, jó merész. Merjünk nagyot álmodni? Mindenféleképpen. Ez nem csak egy közhely, ez egy működő tézis szerintem. Úgyhogy merész víziók voltak, de mindenképpen megalapozott víziók. És nekem ez tetszik, mert a víziót azt nem holnap kell megvalósítanunk, az egy jövőben megvalósítandó álomkép, amit meg is tudok valósítani, ahogy említettem. Úgyhogy ez nem voltak túl merészek ezek a víziók, ezek szimpatikus, vállalható víziók. Jó, megvannak az álmok, na és hogyan tovább? Tisztában vagyok önmagammal, tisztában vagyok az elképzelésem, a céllal, de hogyan tovább? Hát és ezt ugye papírra is kell vetni, tehát hogyha valóban jelentkezni szeretném, bemutatkozni, akkor az első kapu mindig egy önéletrajz vagy egy portfólió elkészítése. És így, hogy megnéztük a saját erősségeinket, tudjuk, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezünk. És ez már ugye az egyik fő része az önéletrajz készítésnek, az erősségek és a kompetenciák felvázolása. Na most az ott lévő emberek, az ott lévő hölgyek, férfiak, nem tudom, férfiak voltak-e, a hölgyek, igen, egy hölgy volt, szóló igen. Program. Milyen visszajelzéseket adtak? Mennyivel lettek ők többek, miután egy ilyen foglalkozáson részt vettek? Ugye itt nem csak az önéletrajz volt a központi téma, hanem az önismereti utazás, mini utazás, úgyhogy új erősségeket fedeztek fel maguknak, látták azt, hogy másnak hasonló vágyaik, esetleg hasonló vízióik vannak, új kapcsolatok születtek, új kapcsolódási pontokat találtunk, és ugye ott van a gyakorlati ismeret, amit az önéletrajz készítésben elsajátítottak, mert most már egészen új trendek vannak ezen a területen, sokkal szellősebb, struktúráltabb önéletrajzokat várnak most már a munkáltatók is, úgyhogy ennek néztük meg egy-két trükkjét. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és ezeket a trükköket megosztotta az ott lévőkkel, illetve hát mi is egy kis betekintést kaptunk. Nagyon köszönöm szívesen, én is köszönöm, viszontlátásra!